abban, hogy az önök támogatását is el tudják nyerni ezek az indítványok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Két perces bejelentkezőnk van, Nyakó István képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt ház az, hogy Szávai képviselőtársam a dohányzás helyett inkább Lendvai Ildikót választja, az az ő dolga, hozzáteszem rögtön, hogy egy egészségmegőrző program keretében ezek szerint megkíméltük legalábbis egy szál cigaretta erejéig Szávai úr egészségét. Ezzel együtt az már korántsem vicces, amit Bana képviselő, illetve Mirkóczi képviselőtársam elkövetett. Véleményem szerint a hídgyülekezetével kapcsolatos megfogalmazásaik kimerítik a vallási közösség elleni izgatás fogalmát. Arra kérem elnök urat, hogy mivel itt egy körülbelül 30 éve működő egyházról van szó, amelyik a negyedik legnagyobb, legalábbis az 1%-os felajánlások alapján negyedik legnagyobb egyház, ami közel 200 településen több tucat oktatási és szociális intézményt tart fenn, több ezer embernek, több tízezer embernek szolgáltat, ebbe az esetben legalábbis figyelmeztese legyen szíves képviselőtársaimat a Magyar Köztársaság törvényeire. Köszönöm. Én magam is azt kérem egyébként a vitában, hogy vigyázzunk olyan megjegyzésekkel, amelyeknek esetleg utólagos visszhangja vagy hullámai lehetnek. Minden esetre két perces hozzászólás, Gulyás Gergely képviselő úr, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Nyakó képviselő felszólása indított engem is felszólásra, mert szeretném megjegyezni, a Jobbikot védi a mentelmi jog ebben az esetben. Tehát képviselő véleményi... Jó, de az a baj, nincs miről lemondani, mert amiről a Jobbik lemondhatna, az a mentelmi jognak az eljárásjogi része, itt pedig a mentelmi jog tartalmi része az, ami miatt rágalmazás, becsületsértés, polgári jogi felelősség esetétől eltekintve képviselő nem követheti el ezt a cselekményt. Amikor még 10 éve mondták, hogy elkövethették, mert nem voltak képviselők, viszont mióta képviselők lettek, azóta nem tudják elkövetni. Tehát most a Jobbikot a mentelmi jog megvédi attól, hogy bármilyen eljárás lehessen ilyen esetekben indítani. Köszönöm szépen. No, ez már nem tartozik a vitánkhoz. Egyébként elkövetni ugyanúgy el tudják, csak legfeljebb a szankciók nem következnek be. Ezzel együtt szerintem tényleg érdemes minden képviselőnek, főleg egy ilyen nagyon fontos, ugyanakkor kényes érzelmeket és egyes emberek lelkiismereti szabadságát sértő vagy sérteni képes vitában vigyázni azzal, hogy milyen egyébként Magyarországon törvényesen működő felekezeteket, egyházakat minősítenek olyan szavakkal, amelyek egészen biztos, hogy embertársaknak sértőek. Egyébként természetesen mindenkit a megjegyzései, mondatai minősítenek. Szerintem javasolhatom a képviselőknek, hogy térjünk vissza az eredeti témára, és vigyázzunk a ilyen típusú vitákkal. Van két perces bejelentkező, több is. Szilágyi Péter képviselő úr, természetesen Gulyás Gergely képviselő úrnak is szót adok, hogyha két percben jelentkezik. Szilágyi Péter, LMP, két perc. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én ígérem, vissza fogok térni a törvényjavaslat tárgyához. Itt elhangzott már a 17. szakaszban lévő bejegyzési kérelem elbírálására egy jogszabályban meghatározott feltételek alapján felkért szakértőket rendel majd ki a törvény. Hasonló javaslat a Jobbik felszólalójától, Bana Tibortól is elhangzott. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ezek a szakértők, ezek kikből állnának. Ha felteszem azt, hogy a mostani törvény által elismert egyházak képviselőiből áll, ez nekem nagyon furcsa lenne, engedjenek meg egy plasztikus példát. Kicsit olyannak érzem ezt az esetet, mintha egy új gyorsétterem láncnak a megjelenését a Burger King és a McDonald's képviselői engedélyezhetnék. Ezért szeretném megkérdezni, hogy kikből állna önök szerint ez a javaslat. Köszönöm. No, akkor visszatérünk az előre bejelentett felszólalói listához. Onnan is felkérem hozzászólásra Csöbör Katalin képviselőasszonyt. Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az Emberi Jogi Kisebbségi Civil és nem utolsó sorban Vallásügyi Bizottság tagjaként és a téma iránt hangsúlyosan érzékeny országgyűlési képviselőként az alaptörvény koncepcionális és általános vitájában is felszólaltam az egyházi ügyek vonatkozásában. Úgy érzem, most sem tehetek másként. Tisztelt képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy felszólalásomat az alaptörvény vonatkozó 7. cikkének felidézésével kezdjem. Tehát a 7. cikk első bekezdése. Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását, és azt a szabadságot,
hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa, vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. A második bekezdés. Az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a közösségi célok érdekében együtt működik az egyházakkal. A harmadik bekezdés. Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. Tulajdonképpen az országgyűlés az alaptörvény 7. cikk harmadik bekezdésében foglalt kötelezettségének tesz most eleget. És kijelenthetem, hogy tesszük mindezt úgy, hogy az alaptörvényben foglaltakat teljes mértékben tiszteletben tartjuk, és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. Ennek a kötelezettségnek természetesen sokféle módon lehet eleget tenni. Úgy gondolom, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat minőségi, előkészítő munka eredménye. Valóban hasznosítja az elmúlt 20 év tapasztalatait, és számos rendelkezése az átláthatóság és az egyértelmű egyházi viszonyok rendszere felé mutat. Engedjék meg, hogy példákkal támasszam alá állításomat. Az 1990. évi 4. törvény preambuluma kimondja, hogy a magyar állam a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösség teremtő tényezőinek ismeri el az egyházakat. Az alaptörvény vitájában kifejeztem azon reményemet, hogy az egyházak ezt a státuszukat megőrizhessék, ehhez azonban egy szigorúbb egyházi törvényre van szükség, mely kiszűri azokat, akik csupán pénzügyi megfontolásból alapítanak vallási közösségeket. Az új törvény fontos eleme a vallási tevékenység és az egyház fogalmának meghatározása. A nyilvántartásba vétel szabályai és feltételei nagyban hozzájárulnak az álegyházak megszüntetésének lehetőségéhez, akik egyéb iránt semmilyen vallástanítást nem hirdetnek. Úgy vélem, a születendő törvény elfogadása után bátran kijelenthetjük, hogy a bizniszegyházak kora egyszer s mindenkorra lejárt. Több felszólalásomban kitértem már az állam és az egyház szétválasztásának kérdésére. A támogató elválasztásra a törvény számos rendelkezést tartalmaz, hogy más ne említsek, a 8. paragrafus 2. bekezdése a következőképpen fogalmaz. Az állam a közösségi célok érdekében együtt működik az egyházakkal. Nagyon fontos, rögzítendő elvnek tartom, hogy az egyházi intézmények, valamint az egyházi oktatási intézményekben tanulók a jövőben se kerülhessenek rosszabb helyzetbe az állami intézmények tanulóihoz képest. Ezt az elvárást tükrözi a törvényjavaslat 20. paragrafusának 4. bekezdése. Tehát az egyházak közcélú tevékenysége és intézményei a hasonló tevékenységet folytató állami önkormányzati intézményekkel azonos mértékű államháztartási finanszírozásra jogosultak. Szintén többször jeleztem, hogy mennyire fontosnak tartom a hittanoktatás feltételeinek biztosítását, hiszen a jövő generációjának erkölcsi nevelése a nemzet felemelkedésének egyik záloga. A törvényjavaslat garantálja a dologi feltételek biztosításának kötelezettségét, illetve a hittantanár biztosításának finanszírozási kérdését is rendezi. Összességében a törvényjavaslatról elmondható, hogy minden elemében megfelel az alaptörvényben foglalt emberi jogi követelményeknek, a 21. század kihívásainak, és a ténylegesen hitéleti tevékenységet folytatók elvárásainak, mind az egyházak, mind a gyakorló hívők vonatkozásában. Köszönöm a figyelmet. 2 perces hozzászólás, Nyakó István képviselő, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, Csöböl Katalin képviselőtársam felszólása jó alkalmat ad arra, hogy rámutassak újra arra a problémára, amit az alaptörvényünk 7. cikke fogalmaz meg a 3. pontba, egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. Ugyanakkor az előttünk fekvő törvényjavaslat nem csak az egyházakról szól, hanem a lelkiismereti és vallásszabadságról. Kérdezem tehát először is azt, hogy az egyházakkal történt-e egyeztetés,
Én erről nem hallottam, sajtó útján az ezelőtt 4 héttel azt hiszem egy polémia kialakult éppen Szászfalvi államtitkár úr és Bölcskei Gusztáv püspökkor között. Ő a nagyobb autonómiát követelt, ha jól emlékszem, az egyházaknak, mindegy, majd utána nézünk. Valami tehát történt, de én személy szerint nem tudok erről, illetve a lelkiismeret és vallásszabadság tekintetében jogvédő szervezetekkel történt egyeztetés, melyekkel is nekik mi a véleményük róla. Nagyon szépen köszönöm a válaszukat. Zagyba György Gyula képviselő következik, Jobbik, 15 perces időkeretben. Köszönöm a szót. Meg fogom fogadni a tanácsot, amit ugye Jakó képviselő úr is, Gulyás képviselő úr is és elnök úr is mondott, hogy a cionista bizniszszektákat akkor nem fogom cionista bizniszszektáknak nevezni. Akkor ezt megfogadom, ezt a tanácsot. Látom. Első kérdésem az lenne, hogy teljes körű egyeztetést említett a KDNP mára a bizottsági ülésen is, és erre szeretnénk rákérdezni, hogy kikkel történt ez a teljes körű egyeztetés. Tehát a politikai pártok képviselőivel nem történt, ezt tudjuk, hogy az LMP-vel se, az MSZP-vel se, és velünk sem történt egyeztetés. Tehát konkrétan nem akarom hazugsággal vádolni a kormányoldal, de nem történt ilyen. Tehát akkor mondják meg, nevezzék meg, hogy ki volt az a képviselő mind a három pártból, akivel egyeztettek, nem történt. Teljes körű egyeztetést említettek az egyházak során is. Ugye a 90-es törvény alapján volt 280 körül, tehát körülbelül 280 létszámú egyház. Akkor most lehet, hogy 287, lehet, hogy 275, most nevezzük 329, tehát már azóta már, mert ugye teljesen átláthatatlan volt, hogy a több bíróságban voltak bejegyezve, ez teljesen egyértelmű. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezekkel az egyházakkal mondjuk legalább olyan szinten volt-e egyeztetés, hogy kiküldték-e nekik például a törvénytervezetet, mert mondjuk illet volna, hogy akkor jó, mindegy, hogy most éppen melyik egyház, meg hogy ezek ki lesznek szórva, de úgy illet volna, hogy akkor kiküldik a tervezetet, mit tudom én, adnak rá 2 hetet, hogy visszaküldjék, és mindenki az észrevételét hozzáírja, ez mondjuk úgy hívják, hogy társadalmi konzultáció, amit önök egyébként, önök mindig erre hivatkoznak, hogy társadalmi konzultációt folytatnak. Se a tegnap például vitatkoztunk itt a sporthuligán törvényben, se a szurkolókkal nem folytattak társadalmi egyeztetése itt az egyházak képviselőivel. Azért sajnálunk, mert nehogy félreértés essen, nem azokat az egyházakat akarom védeni, vagy közösségeket, akiket kiszórtak azért, mert nem vallási tevékenységet folytattak. Tehát most nem a Kutya Lelke Egyházat, meg az Autószerelők Egyházát akarom védeni, hanem itt vannak olyan vallási közösségek is, akik itt a kis csalókkal együtt kilettek szórva, és egyébként teljesen adekvát szellemi és vallási tevékenységet folytatnak, teljesen tradicionális hitelvekkel és tradicionális gyökerekkel, világvallásukhoz köthetően, és ezektől nem tértek el. Ezeket senki nem vizsgálta. Lukács Tamás és Harag Péter képviselő úr hasára ütött, bemondott a 13 történelmi egyházon kívül másik 31-et. Ez alapján össze lett írva végül a 44 egyház, tehát a második és a harmadik kategória, amit konkrétan gondolok. És itt még nem, és itt se az LMP, se az MSZP képviselői nem azon vannak felháborodva, hogy lett ez a 31 egyház összeírva, hanem azon, hogy majd egy testület, hogy mi alapján fogja eldönteni, hogyha esetleg ezt elfogadják, amúgy nyilván nem fogják elfogadni, de ha elfogadnák, hogy egy testület döntsön ebbe, akkor ez mi alapján dönthetne? Hát akkor az mivel jobb, hogy mit tudom én, 3 vagy 4 KDNP-s képviselő leült, a hasára ütött és összeírt 31 egyházat, és még emellett még egy-két ismerős még belobbizott egy-két egyházat, mert tehát mondhatnánk ilyen példát is, hogy nyilván belobbiztak. Tehát akkor ez mivel jobb? Tehát erre majd szeretnék azért választ kérni, akár az LMP, akár az MSZP képviselőitől is. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis létjogosultsága lenne egy testületnek, amit most Szilágyi Péter képviselőtársam pont nincs bent. Ugye ő kérdezte, hogy ki lenne ebbe a testületbe menne. Hát ugye idézőjelben történelmének nevezett egyházakon kívül a parlamenti pártok, tehát mi ugye megjelentük, hogy az 5 parlamenti párt 5 szakértőt jelöljön meg, hát az az 5 szakértő, akit a parlamenti pártok úgy gondolnak, hogy ért hozzá. A Jobbiknak van olyan szakértője, akit tiszta lelkiismerettel oda tudunk állítani, és szerintem egymagába el tudná dönteni, hogy Magyarországon ki folytat adekvát vallási tevékenységet, és ki nem.
és örülök, hogy ekkora derültséget okoz. Egyébként higgye el, Lukács képviselőtársam, hogy jobban eldöntené, mint önök azt a 31-et, amit összeírtak, mert önök azért benne hagytak legalább 15-20 súlyosan destruktív szektát, és nagyon kíváncsi lennék, hogy majd tudom én, egy misén, egy templomba, majd hogy fog elszámolni a 80 éves misére járó, vagy templomba járó öreg néniknek, hogy mondjuk önök védik a híd gyülekezetét, benne hagyták, és nem értik, hogy mondjuk mi miért kardoskodunk amellett, hogy a híd gyülekezete ne kerüljön bele ebbe az összeállításba. Azt is meg szeretném kérdezni, hogy még ezt a második kategóriát, amit mi ugye majd módosítóval is beadunk, hogy mi ezt legszívesebben eltörölnénk, a másodikat és a harmadikat összesen, és álljon fel ez a vallási tanácsadó testület, és majd ez döntse el, hogy a 13 idézőjeles történelmi egyházon kívül ki lesz az, aki gyakorolhatja a vallási tevékenységet, hogy ezt a második kategóriát, ezt például mi alapján hozták meg, és kérnénk arra választ, hogy mi alapján nevezték mi alapján nevezték jelentős közszélú tevékenységet ellátó egyházaknak. Tehát mi az a nagyon-nagyon óriási karitatív tevékenység, ami alapján ez a 8 egyház, és csak ez a 8 egyház végzi lesz Magyarországon. Tehát azért a karitatív tevékenység nem ott kezdődik, hogy mondjuk egy ifjúsági fesztiválon a pénzünket elívott fiataloknak ételt osztanak a krisnások. Tehát ezt meg lehet csinálni, ezért azért ne kerüljön már egy csoportosulás karitatív besorolásba, és emiatt ne legyen már egyház. Sőt, most azért akkor pikás, akkor rákérdeztetünk, hogy a híd gyülekezete, akkor önök szerint ezt nagyon annyira örülnék, hogy ezt majd nagy nyilvánosság előtt mondjuk a csíksomlyói búcsúba mondjuk elmondanák, hogy önök szerint a híd gyülekezete jelentős közszélú tevékenységet ellátó egyház. Annyira örülni fogok neki, amikor ezt majd a híveiknek el fogják mondani. És majd lehet utána pislogni, mint pocok a lisztbe, hogy ezek az emberek, akik önökre szavaztak, itt fognak szólni. Főleg az a pár százezer ember, aki a Fidesz-KDNP szövetségre a KDNP miatt szavazott. Egyébként ezt gondolom önök is tudják, hogy ez így van. És egyébként fel lehet kötni a gatyájukat, mert ezek az emberek meg fogják önöktől kérdezni, hogy a híd gyülekezete miért marad benne. Meg egyébként lehetne sorolni a Jehova tanúit, lehetne sorolni más destruktív szektát is. Még az a szerencse, hogy a szientológiai egyházat ugye kiszórták, bár egyébként az meg egy súlyos hiányossága a törvénynek, hogy akiket kiszórtak és destruktívak, mint például a szientológiai egyház, azok annyi az összes szankció ellenük, hogy ugye most elveszik majd az 1%-ukat, meg elveszik az 1% mellé járó ugye plusz állami támogatást, és emellett ugyanúgy végezheti egyébként a destruktív tevékenységét, meg a nemzetbiztonságilag veszélyes tevékenységét, annyi, hogy anyagilag egy kicsit megbírbálják. Tehát mondjuk esetleg ezt is lehetett volna szabályozni ebbe a törvénybe, vagy kellene, hogy mondjuk azok, akik egyébként, és mondjuk ki nyíltan, hogy destruktív tevékenységet folytatnak, hát a Nemzetbiztonsági Hivatal nem véletlenül vizsgálta őket egyébként, mert súlyos családromboló, súlyos, ezen kívül más súlyos tevékenységet csináltak az egész világon egyébként, tehát több helyen ugye be is vannak tiltva, és most annyi, hogy az anyagi lehetőségeik kicsit meg lesznek nyírbálva, de egyébként tovább fognak tudni működni. És senki nem fogja már azt figyelni, hogy vallási tevékenységet, vagy vallási tevékenységnek álcázott tevékenységet folytatnak, vagy nem folytatnak. Visszatérve a jelentős közszélű tevékenységet ellátó egyházak kategóriájához. Tehát most akkor mondják meg nekem, hogy a híd gyülekezetének, mondjuk azok a tevékenységei, mint családrombolás, fizetés 10%-ának kötelező beszedése, ami most már állítólag most már nem is 10, hanem 12%, ugye náluk a tized, tehát más matematikai szabályok vonatkoznak a híd gyülekezetére. A fizetés 12%-ának a kötelező leadása, a szektából való kilépés megakadályozása, a szektából való kilépett emberek megfélemlítése, ezek például jelentős közszélú tevékenységeke. Én egy jelentős közszélú tevékenységet tudok mondani a hídgyülekezetének, az, hogy az elmúlt pár évben egy pár ismert portikus libakommandóval átkoztak. Azt mondom, hogy az jelentős közszélú tevékenység. De ezen kívül más nem tudok mondani. Tehát erre majd kíváncsi leszek, hogy önök mit fognak mondani a saját híveiknek.
Például azt is megkérdezném, hogy mondjuk ebből a kategóriában a két metodista egyház, ugye a Magyarországi Metodista Egyház és a Magyarországi Evangélium Testvérközösség miért került be? Tehát mi az az óriási karitatív tevékenység, ami miatt őket ide ebbe a kategóriába kellett sorolni? Azt még megértem, hogy az Evangélium Testvérközösségnek ugye a vezetője Iványi Gábor, ugye ő keresztelte az Orbán Ráhet, megértem, hogy betették. De a másik metodista miért van bent? Azt nem értem. Erre is szeretnék azért választ kérni. Jó, hát most kérdéseket teszek fel, ezért vagyunk bent, nem? Tehát rázhatja ön is a fejét ebben kapcsolatban, attól függetlenül még olyan egyházak vannak ebbe a kalapba sorolva, aki egyébként nem végeznek olyan szintű karitatív tevékenységet. Ez egy gumi kalap, ez egy direkt a hídgyülekezetére létrehozott kalap, azért meg tudják indokolni, hogy valahogy el tudják helyezni a hídgyülekezetét, mellyel politikai paktumot kötöttek, pont. Önök is tudják. Nyilván a hídgyülekezete már 15 éve eladja magát mindig valamelyik pártnak. Volt az SZDSZ mellett, volt az MDF mellett, most ugye a legutolsó választáson a Fidesz mellé csapódott. Nyilván kötöttek egy politikai paktumot, kész, emiatt kell ott lennie. De emiatt azért úgy gondolom, hogy nem, akkor mondják meg, hogy emiatt. Akkor mondják meg nyíltan, hogy emiatt kellett ott lenni. Önök is elmondták a bizottságülésen, hogy tudtak volna jobb törvényt csinálni. Én is tudom, hogy önök ezért ennél azért tudtak volna jobbat. Elmondták, hogy a lehetőségeik ezt engedték. Hát úgy hívják a lehetőséget, hogy Németh Sándor, meg Orbán Viktor. Ebben kapcsolatban nem is kívánok többet mondani. A testülettel kapcsolatban beszéltem. Ennek a testületnek egyébként a legfontosabb feladata az lenne, hogy ahelyett, hogy egy vallási tevékenységet, meg egy egyházat évek, meg számok alapján sorolnának be, meg határoznánk meg, tehát az, hogy 20 év, meg hogy 1000 fő, ezt már ugye előttem már számtalanan elmondták, az ehelyett minőségi és tartalmi, és hitelvi pontok alapján határoznák meg, hogy ki az, aki tradicionális, tehát mondjuk világvalláshoz köthető, bár lehet, hogy nem a világvallásnak a fősodratú vonalához tartozó, de az annak a tradicionális gyökereivel nem szemben álló tevékenységet és vallási vonalat visz, vagy ezzel szemben, avval teljes mértékben szemben álló, eltévejedett gyökereit felrúgó, antitradicionális, destruktív mintát követ, mint például a már említett hídgyülekezete, vagy még sorolhatnánk pár olyan neoprotestáns szektát, amit önök benne hagytak a mellékletekben, mint például a keresztény családgyülekezet, aminek Magyarországon két, egy jamaikai és egy etióp vezetője van, akik magyarul is alig tudnak, és mondjuk belehallgattam az interneten egy ige hirdetésükbe, és a nagy rész az ige hirdetésnek arról szól, hogy minél több pénzt dobnak bele egy kalapba a hívek, annál nagyobb bizniszt fognak majd tudni csinálni. Hát ez egy egyháznak, meg egy vallásnak nem erről kellene szólnia. Önök ezt a gyülekezetet benne hagyták. Ehelyett viszont mondjuk olyan 30-40 vagy akár 50 fős kisebb vallási közösségeket, akik nem érik el az 1000 főt, azokat pedig csuklóból kiszórták, azért, mert nem érik el az 1000 főt, vagy önök akár nem ismerik, mert ugye nem vizsgálták meg ezeket, holott ezek a mondjuk főleg buddhista vagy hindu kisebb közösségek pedig teljes mértékben adekvát vallási tevékenységet végeznek, és egyébként, hogyha megkérdezték volna őket, akkor el tudták volna mondani, akár úgy, hogy Lukács Tamás is, vagy Harag Péter is megértse, hogy mi alapján kellene őnek itt egyháznak lennie. Benne hagyták például, ha már mosolyog itt osztolykán képviselő társam, akkor gyorsan azért elmondom, hogy benne hagyták például a Bahá'í közösséget, aminek egyébként az égette egy világon semmi köze nincs ahhoz, hogy vallás legyen, és azért, mert hogy Iránba éppen üldözik, ezért sajnálatból úgy gondolom, hogy ne az legyen már a mérce, hogy sajnálatból berakunk egy egyházat a 44 közé. Egyébként a Bahá'í hitelveknek nevezett dolgok, azokkal én is egyet tudok érteni, hogy a 8 világvallást el kell fogadni, de ez nem vallás. Ez egy filozófiai felfogás, hogy elfogadjuk mint a 8 vallást. Az nem vallás önmagában.
egyébként, és erről szól a bahái vallás. Most nyilván nem, ne folytassunk itt vitát, bár egyébként az is megdöbbentett engem, hogy a bizottsági ülésem többször kihangsúlyozták, hogy ne folytassunk hitvitát. Na most egy vallási és egyházi törvényt hitvita nélkül hogy lehet egyáltalán említeni? Tehát ez is egyébként nagyon súlyos, hogy ebbe az egész törvénytervezetben, az egész hozzáállása, meg az egész kommunikációjában csak evilági és csak profán dolgok hangoztak el, hogy 1%-ot hogy lehet felvenni, ki veheti fel, 10 év, 20 év, 1000 fő, tehát egy egyházat nem ez alapján kell megítélni, úgy gondolom, a minőségi és tartalmi szempontok alapján. Köszönöm szépen. Szávai István képviselő folytatja, Jobbik ugyancsak 15 perces időkeretben. Bocsánat, köszönöm szépen a szót, csak azt hittem, van még egy hozzászóló előttem. Lett volna, csak köszönöm. Nincs a teremben. Jó, azt közben észrevettem. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr, bár nem vagyok a témának a szakértője, de mégis mindkét ágon evangélikus keresztény hitéhez több száz éve ragaszkodó családnak a sarja, másrészt pedig azért szeretnék hozzászólni, hogy néhány szempontot, főként nemzetpolitikai jellegű szempontot megvilágítsak, illetve ezzel kapcsolatban egy-két javaslatunkat, véleményünket megosztam önökkel. Bevezetésképpen engedjék meg, hogy annyit elmondjak, tegnap Százfalvi államtitkár úr a Nemzeti Összetartozás Bizottságának vendége volt, ahol mind a törvény kapcsán, mind pedig azzal kapcsolatban, hogy a kormánynak milyen álláspontja, milyen véleménye és milyen tennivalói vannak az elcsatolt területeinken élő magyar egyházakkal kapcsolatban, illetve az ősegítésükkel kapcsolatban, erről államtitkár úr hosszan és pontosan beszélt, és a hozzáintézett számos kérdésemnek a többségére is tőle megnyugtató és pozitív választ kaptam. Elmondtam, akkor is szeretném itt is elmondani, mind magam, mind a frakciónak a nevébe, hogy mindenképpen pozitívan szemléljük azt a változást, ami az állam és az egyházak kapcsolatában a választások óta beállt. Pozitívan szemléljük azt, hogy a mostani kormányzat, ahogy államtitkár úr fogalmazott, megpróbálja helyreállítani azt a bizalmat, amely az állam és az egyházak között az elmúlt 8 éves szocialista kormányzás időszakában erőteljesen megingott. Ehhez mi a magunk részéről természetesen minden támogatást megadunk. Üdvözöljük azt, és bár nem tartozik szorosan az egyházügyi törvényhez, de engedjék meg, hogy erről is beszéljek, mert ide kívánkozik, és lesz több olyan mondani való, ami ezzel kapcsolatban nem is szorosan a törvényhez, de a témához ide kívánkozik. Azt a kormányzati szándékot, amely az elcsatolt területeinken működő egyházatnak a támogatására vonatkozik, azt a szándékot, amely arra vonatkozik, hogy szorványstratégiát kíván a kormány kidolgozni, illetve támogatni a szorványban élő magyaroknak a hitéleti támogatására. Tehát ezek mind jó irányok és mind helyes irányok. Sajnáljuk egyébként, ezt viszont kritikaként kell, hogy megfogalmazzam, hogy ezek az elemek még csak a szimbolikus szinten sem jelennek meg a törvényben, és ilyen jellegű kötelezettségeket az állam számára nem írnak elő. Az rendben van, hogy most önöknek szándékában áll ezeket a lépéseket megtenni, de mi jónak tartanánk, hogyha a magyar állam számára ezek a kötelezettségek valamilyen szinten ebben a törvényben megjelennének, hogy a későbbiekben egy adott esetben más színű kormányzat se tudjon ezek alól, a kötelezettségek alól kibújni. Szóba került itt már többször az egyeztetésnek a kérdése. Hadd világítsa meg ezt egy másik nézőpontból, vagy kettő másikból. Államtitkár úr, az, hogy itt nem voltak érdemi egyeztetések az érintettekkel, az egyházakkal, se határon belül, se határon túl, a számukra legvilágosabban az mutatja, hogy önök ennek a törvénynek a tárgyalásakor, vagy a benyújtásakor is azt az elmúlt egy évben követett teljesen vállalhatatlan általunk és a másik két ellenzéki párt által úgy gondolom, hogy joggal kritizált gyakorlatot követték, hogy egy ilyen fontos törvényt, egy sarkalatos törvényt
képviselői önálló indítványként nyújtottak be. Ezt gondolom ön is érzik, hogy ez vállalhatatlan. Ezt a törvényt a kormánynak kellett volna benyújtani, és akkor nyilvánvalóan kötelező lett volna bizonyos egyeztetéseket megtenni. Az, hogy ezek az egyeztetések elmaradtak, amit itt többen az előttem szóló közül kifogásolták, annak számunkra a legékesebb bizonyítéka az, hogy ez nem egy kormány előterjesztésként került ez a törvényjavaslat a ház elé. És ezzel kapcsolatban szeretném